Rózsi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, vendégünk van itt a stúdióban, megérkezett hozzánk Hajnóci Soma, a bűvész illúzionista. Jó reggelt, hello! Ciao! Szia! Kétszeres bűvész világbajnok vagy, ezt olvasom, jól igen, látom? Igen, stimmel. Tényleg? Igen, igen, igen. Hol nyertél ezt? Helyileg hol nyeri meg? Pekingben. Pekingben nyertem 2009-ben, és rögtön dupláztam, mert a bűvész világbajnokság, ami minden három évente van, az úgy néz ki, hogy egy hétig megy a verseny. 8 kategóriában osztanak első helyet, és a hét végén az összes kategória világbajnoka megmérettetik egy nagy döntőben, és ezért adnak ki egy Grand Prix díjat. És azt is behúztad. És azt is én kaptam, igen. Abszolút kategóriában. Igen. És mi volt a másik? Tehát ez volt a másik. De akkor mi volt az első? Az Peking. De mi, nem, hanem, hogy miben kacsa. Nyertél. Ja. Eltüntette a második és a harmadik helyet. Hát azt mondtad, hogy volt 8 kategória, egyet megnyertél abból, vagy én értettem félre? Nem, tehát a 8 kategóriának mindegyiknek van egy világbajnoka, és, azok és aztán az a 8 világbajnok összejön, és egy nagy döntőben. Elengedtem. Én nem értem, én sem értem a kérdést. És egy hatalmas varázsvesző párbajba. Nem, hogy mi volt a kérdés? Hát, hogy volt 8 kategória. Nem, a 8 kategória győztese mérettem meg magát egy nagyban. Igen. Aha, menő. Érted? Kösz. Nem, de menjünk tovább. Nem érted? Nem. Ti nem értitek a Ferit. Mert hogy a Feri azt kérdi, hogy ugye volt 8 kategória. Igen. Nyilván te is indultál az egyikben, de az a kategória mi volt? Csak amit ennyit kérdez a Feri. Én az általános bűvészet nevű kategóriában indultam. Én is értettem, hogy mire gondolsz egyébként, de most már értem. Az általános bűvész kategória az mi? Cilinderből nyulat? Nem. Nyulból cilinder? Hát utoljára ilyet láttam a Budapest TV-n. Engem lenyűgözött az, és azért kérdezem. Hát örülök, akkor gyere el egy bűvészerő adásra, szerintem le leszel nyűgözve még jobban. Én imádom a bűvészetet egyébként. Kicsit idegesít, hogy nem értem, de közben egyébként hagyom magam szórakoztatni. Minden irritál, amihez nem értesz valójában. Mindig meg akarom fejteni, és valaki ezt elmagyarázza, hogy ne próbáld megfejteni, csak nézd és élvezd. Ez a bűvészet lényege. Ne akarjál rájönni, hogy csinálj. De ez nem így van, van két fajta ember. Van, aki élvezi, és van, aki full ideg lesz tőle, hogy nem tudja, hogy van, nem alszik egy éjszakát vagy kettőt. Most már én a full idegből átmentem a nézem és élvezem. Kivéve a Copperfieldnek az arénai előadását, amin úgy felúztam magam, hogy 30 ezerért tényleg még a félbevágott embert mutatta meg egy ládába, hogy azt hittem, hogy agyvérzést kapok. Tehát ez voltál a Copperfielden Magyarországon? Voltam, még ez még elég régen volt. Igen, régen volt. Aha. Tudod, mi volt a főszám, hogy befeküdt egy ember egy ládába és ketté vágta. Ezt Anetka műsorában mesztelenül megcsinálták 94-ben a Budapest TV-n. Ezt csinálta a Copperfield, erre emlékszel? Hát az igazság, hogy ő bár szerintem fantasztikus nagy bűvész, és nagyon sokan inspirálódtak belőle. Én is rongyosan néztem a nagyomám által felvett műsorait ugye kazettáról gyerekkoromban, de picit megfáradt. Tehát a napi két műsor 15 éven keresztül Las Vegasban, az úgy megteszi aha, az eredményét. Hát jó, de azért szeretne sok bűvész úgy megfáradni, hogy te is mondod, az MGM Grand Casino-ban találja minden esteért. Hát nem tudom, én nem. Tehát, hogy nem ez a cél. Ez az új generáció. Az új generáció, a Dynamo, meg akiket így látunk interneten, vannak elég nagy nevek, akik repkednek, meg nem tudom, miket csinálnak. Láttam én is egy-kettőt, csak elfelejtettem. Ők inkább bűvészek, vagy illúzionisták? Hát az illúzionista az egyfajta bűvész. Az illúzionista az a bűvész, aki mondjuk ketté vágja a nőt, vagy megjelentetni az oroszlánt a nagy ketrecben. Tehát ez a színpadi illúzió, mint olyan, az egy kategóriája a bűvészetnek, ugye ez a nagy csomag. Tehát a Dynamo is egy bűvész, ő egy angol bűvész egyébként, aki hát nagyon befutott, és egyébként szerintem tök jó, amit csinál, ugye ez a nagyon kis menő ilyen leszakadt utcai punk fiút alakítja, aki a megy az utcán, és akkor elvarázsol mindenkit, meg ilyen hihetetlen dolgokat mutat, és igazából nagyon jót tett a szakmának, mert ugye egyre többen érdeklődnek, meg hívnak bűvészt. De a srác tényleg jó, vagy statkokkal dolgozik, és az egész egy leszervezett jelenet, amit látunk mondjuk interneten? Nem feltétlenül. Nyilván a televíziós bűvészetben azért hát van egy-két olyan fajta csavar, amit nem szeretnek belátni az emberek, hogy tényleg van, vagy bűvészek, de alapvetően azért nem hazugság, és nem olyan típusú televíziós átverés az egész, mint amit sokan gondolhatnak. Az egyik trükkje, vagy nem trükkje, hanem az attól olyan népszerű, hogy ember közeli, nem? Mert hogy nem azt látja az ember, hogy följön egy ember fekete frakban, mellette fények. Meg egy csinos csaj, akinek tollat nő neki a seggéből. Igen, és az oroszlából a ketrecbe hirtelen kecske lesz. Ugye mi itt tartunk kicsit, de a Dynamo azért már nem ezt csinálja, igen. Ő elég jónak tűnik. Hát igen, de ez ugye a mikromágia, mint olyan. A mikromágia az azt jelenti, amikor közel megyünk az emberekhez, és úgy szórakoztatjuk őket. Ennek mindig az a varázsa, hogy az ember kezében, az orra előtt történnek a dolgok. Ja, hogy a mikromágia az nem a törpe bűvész? Nem. Igen, nem. Igen, ha most elővarázsolod nekem Kummeriáton Marcsikát, akkor hiszem, én hogy megy. Hogy te vagy a legnagyobb, komolyan. Az ország egy nagy része őrülne neki, ha most egy Marcsikát elő tudnád varázsolni egyébként. Az nagy mutatvány lenne. Nem? Gondold el, hogy ezt behúznád.
Mi van, mi az, ami a világbajnokságon egy szín? Tehát van egy casting, vagy egy országból csak egy ember mehet világbajnokságra? Vagy itthoni versenynek kell nyerni, hogy te elmesél Vegasban mondjuk magyar bűvészként egy világbajnokságra? Úgy néz ki a dolog, hogy ezt mondtam, hogy 3 évente van világbajnokság. Azt mondtad, igen. Első évben vannak az országos kvalifikációk, onnan jut tovább az ember a kontinens bajnokságra, és onnan kvalifikálhatja magát a világbajnokságra. Szóval egy ilyen több lépcsős dolog. Plusz minden ország kap kvótákat, hogy hány bűvész küldhet minden VB-re. Idén tőlünk 2 mennek egyébként a világbajnokságra. Én nem akarlak trükkökkel faggatni, még nem is mondd el, hogy mit hogy csinálják, csak azokat a nyomorúságos galambokat hova teszitek az ingújatokba? Tehát, hogy élik túl azok a madarak? Mondd meg nekem őszintén. Hát én speciál nem dolgozok állatokkal. Helyes. Mert nem szeretem, hogyha összeszarják az akumot belülről. Na, abszolút érthető indokat. Vagy ez jó, de én ezt bírom. Tényleg. Valahol kicsit jó is, de nyomorult is, hogy ilyen fél galamb, fél vak galambot próbálja fényel megbirkozni, mert akkor varázsolták elő egy akumot. Nem, hát itt szegények tényleg, tehát ez nem kényelmes nekik, mert ezek állatoknak nem jó, úgyhogy... Ezeket te kitalálod, vagy egymástól veszitek át, vagy van egy ötleted, és abból csinálsz egy trükköt, vagy van egy nagy Rodolfo doboz, most nyilván idézőjelesen kérdezek ilyen hülyén, ahol az összes trükk benne van, vagy ti szülitek ezeket a trükköket, és dolgozzátok ki úgy, hogy az megállja a helyét színpadon. Hát azért a bűvészet egy olyan műfaj, ahol láthatunk sok bűvész hasonló trükköket csinálni. Ennek ugye az az oka, hogy mindig fel kell hozzá találni egy kelléket. Tehát, hogyha csak hogy lefordítsam, hogyha a zongorista mindig, amikor megírna egy szonátát, fel kéne találni hozzá a zongorát, az nem lenne egy nagyon könnyű feladat. Ezért van az, hogy tényleg sok bűvész hasonló dolgokat csinál. De hát nyilván vannak újítók is a szakmában, én is mindig megpróbálok új dolgokkal foglalkozni, új dolgokat mutatni, és szerintem ahhoz, hogy valaki világbajnokságot... Galamb helyett túzokkal. Gyöngyúkkal. Igen, mindig új dolgokat hát hozol el. Szóval szerintem az, hogy ahhoz, hogy valaki nagy világversenyt nyerjen bármiért, az muszáj, hogy a laikus szakma és a laikus közönség és a szakma számára is újat tudjon mutatni. Ezért lehet, hogy hülye kérdés, de el tudod mondani, mi volt a produkció, amivel nyertél? Nyilván megmutatni nem tudjuk, hogy mit csináltál. Ez egy karakterszám volt színpadon, én egy üzletembert alakítok, egy 10 perces kis sztori igazából, és mindenki számára ismert ilyen hétköznapi kellékekkel bűvészkedtem, tehát mobiltelefonok, aktatáska, újságpapír, pénzek, és ettől lett nagyon életközeli, hogy minden rozsdamentes étkészlet, főzőedények, amiket meg is lehet vásárolni, természetesen. Hú, az Ellen DeGeneres-nek a showjában láttam most egy bűvész, egy iPad-del bűvészkedett, azt nem láttad véletlenül? Igen, őt úgy hívják, hogy Simon Piero egyébként, jó haverom. Komolyan? Stuttgart is srác, igen. Elég sokat dolgoztunk együtt. Nem emlékszem rá pontosan, mivel beült az Ellen DeGeneres, és fogott egy iPad-et, és az iPad-en keresztül, tehát az iPad-ből kivarázsolt egy kártyát, láttad az iPad monitorján, hogy elindul a kártya, az megjelent élőben, visszadugta, az megjelent a monitoron, és minden egyszerre történt magán a monitoron, és történt és egyszerre élőben a stúdióban. Zseniális volt. Zseniális igen, volt. Nagyon jó a srác egyébként. És egyébként programozó matematikusnak készül nyilván, mi? De akkor ezt láttad ezt a láttam tőle, igen. Hát ő mint az iPad Magician így nyomja, ugye most már évek óta, és elég sok jó pufa dolga van. Azért már tényleg nem ez a galambot a kalapból tart, ahol mi kicsit le vagyunk ragadva, nem? Tehát az iPad Magician, és a csávó bejön egy iPad, és olyat csinál, hogy megmutatom, besírtok rajta egyébként. De ez jó, egyébként, hogy specializálódik egy nagyon menő cuccra. Van esetleg Vanta Cheesy Man? Vanta Cheesy, Ericsson 198 Man. Na, nyilván ugye azért is jöttél, hogy egy-két dolgot itt bemutassál nekünk. Melyik típusú bűvészetet akarod most megmutatni? Elővarázsolsz valamit, beültetsz gondolatot a fejünkbe, vagy az teljesen más? Ez a gondolatbeültetés, meg nem tudom, hogy itthon csináltak, és az Uri Gellernek volt egy sója, az nem teljesen bűvészkedés. Vagy az is a bűvészkedés? Az teljesen bűvészkedés. Igen? Hát persze, hát... Igen, ott mind az összes induló mentalista, ugye a bűvész volt a mentalista, mint olyan, az egy a bűvésznek egy fajtája, sőt a világbajnokságon lehet indulni a mentalista kategóriában is, tehát ez is egy kategória. Úgyhogy ez teljes mértékben bűvészet, aki azt hiszi, hogy a kanálhajlítás meg gondolatolvasás így a ilyen show keretén belül az... Az Uri nem hajlít kanalat? Én láttam egyszer, amikor itt volt forgatni, így bement a TV2 konyhájára, elkérte egy rohadt nagy merőkanalat, mert ő forgatott ugye a TV2-ben, és basszus, tényleg meghajlotta, egy olyan mozsárágyú szintű merőkanalat hajlított meg, ő azt erőbe leeltekeri akkor? Hát erre megvannak a módszerek, de ez mind bűvésztrükk. Tehát... Aha, és ti nem mondjátok el, tehát te nem mondod el az ő trükkjét. És... Hát nem tehetem, hát milyen lenne az, hogy elmondanám a trükkjét itt a élőadásban. Van egy maszkos csávó a kulón, aki az összes trükköt leleplezi. Ez egy viszonylag régi sztori, igen, őt úgy hívják, hogy Valerino. Na már nem csávó. Él. A bűvészek kinyílták. Maszkban az összes trükköt leleplezi. Én éveken keresztül néztem a kulón, imádtam, elmondja, hogy hogy vágják félbe a nőt, hogy akasztanak, hogy az összes trükköt félbe. Ti bűvészek egy ilyen palit gyűlölhettek, gondolom, nem? Hát alapvetően szerintem az a
az a közvélekedés, hogy ez a csávú égjen elélve, de én azt mondom egyébként pont amiatt, hogy annyi embert mozgatott ez meg, és szerintem annyian kezdtek el bűvészkedni emiatt, hogy igazából ez is egy nagyon jó reklám volt a bűvészetnek. És ha Balázs, téged most megkérdeznélek, hogy hány trükkre emlékszel, hogy Isten igazából, hogy mi volt a megoldás, szerintem nem tudnál túl sokat. Nem, pont azért mondom, hogy ez igazából egy reklám volt. Kicsit csalódás volt, hogy tényleg nem vágják félbe azt a nőt, és egy műláb mozog a ládába, amikor ott megmutatták meg, hogy vannak ezek az akasztások, de nem. Senki, hát azt sem tudta senki megmondani, hogy az Uri Geller hogy tudta azt megcsinálni, hogy amikor benn volt a TV2-nél, a büféből összekeverte a svábi kérdéseit, amit az Orbán interjúhoz felé. Soha senki nem fogja. Van olyan trükk, aminek még te sem tudod a megoldását, nézed tévébe, ott vagy Vegasban, egy bűvészvilágban, és azt mondta, hogy basszus, ez jó, nem tudom, hogy csinálta. Ritkán van, de nekem nagyon átalakulta, mert ugye ezért kezd el valaki bűvészkedni, hogy nagyon kíváncsi a trükkök megoldására, nem alszik emiatt mondjuk, és elkezdi őket megtanulni, és egyre több trükköt tud, és aztán így lesz valakiből bűvész. Ez nem teljesen átalakult, tehát én néha látok ilyet, amit nem tudok. Igazából már nem annyira érdekel, mert viszont annyi mindent tudok. Számomra igazából a színház, a mozgás, a zenehasználat, a nézőkkel való kommunikáció, interakció, tehát ezek a fontos lényegi dolgok, és ezek tudnak igazából elvarázsolni. De volt Rodolfo bűvészdobozom? Volt, hajaj, hogy... Micsoda, én tudom, hogy kell a Rodolfo bűvészdobozból a tojást eltüntetni. Aha. Tudod, hogy kell? Berakod a kehelybe a tojást, de az a tojás az nem egy tojás, csak egy fél tojás. És egy mozdulattal a fél tojást visszahajlítod a kehelybe. Ászánja, úristen! Ráfújattam a nagymamámmal, és eltűnt a tojás. És a tojás benne volt a kehelybe. És a nagy így nézett, hogy... A telepen olyan menő voltam, hallom. Tényleg, most ugrik be, tényleg! A tojás eltüntetése kehelyben. Fúj rá, eltűnik a tojás. Az és egy mennyire. Mozdulattal belenyomtad a tojást vissza a kehelybe. Volt akkor ilyened? Volt, hajjaj. Nagyon. Tojás kehely, úgy tojás kehely! Azért érzed a kreatív elnevezését a dolognak. Besírtak rajta a szüleim, meg mindenki. Ott a lépcsőházban mindenkit megállítottam. Jó, mondták, Balikám, menj majd, ne hadd szó meg. Nem mondták, hogy van még benne 99 trükk. Nem, még volt egy olyan is, ami egy spárga volt, és meghúztad, és rongyot csináltál belőle. És ugye egy ilyen anyagban volt benne a rongy, azt széthúztad, és egy ilyen vörös kendő lett belőle, azt visszahúztad, és egy ilyen egyenesen álló. Nagyon meghúztad két rádiós szemináriumot tart a kedves hallgatók. Micsoda. De ő legalább értette nekem volt, semmit nem értettem belőle, egyedül a karikát használtam, ráraktam egy hosszába macskára, és ilyen hülyén kezdett el tőlem menni, mert érezte, hogy van rajta valami, na ennyi volt. De azért mégiscsak érdekel, amikor eltüntetik a New York-i szabadságszobrot, meg a Copperfield átmegy a kínai nagyfalon, hogy általában azt például tükrökkel csinálja, hogy úgy állít be tükröket, hogy azt tükröződjön neked vissza, hogy nincs ott a szobor, és így tud eltüntetni. Nem, ez nem így volt. Nem? A szabadságszobor eltüntetés, most nem mondanám el, de bárki rákereshet bármilyen keresőmotoron, ez fent van neten a megoldása. Ezek igazából nem klasszikus értelemben vett trükkök, ezek azért jók ugye minden bűvésznek, hogy nagyon sokat beszéljenek róluk, és még 10 évvel később is ezt emlegessék, meg az ő nevét emlegessék ennek kapcsán. De ezek nem annyira nagyon bonyolult dolgok igazából. És nem tükrök. És nem tükrök. Vagy arra kiírja, egyébként tök igaza van, Marika a legnagyobb bűvész, 20 milliárdot és önmagát. Igen. Ezt csináljátok utána egy bűvész világbajnokságot. Százak nyomoznak utána, de még én nem tudok rájönni, hogy mi volt a trükk. Na láthatunk valamit, Soma? Láthattok. Hát ez padhelyzet ugye a rádióban, hogy lehet bűvészkedni. Ez nem egy egyszerű élethelyzet, igen. De majd ti leközvetítünk. Majd úgy csinálunk, mintha jó lenne. Feri, nézd. A piros dobozból el. Hoztam egy piros dobozt, odaadom neked, egyelőre ne bántsd, jó, ezt jó. Leteszem mellé, de anyám ilyeneket nem fogok hozzányúlni ehhez. Én se? Kiváló munkája. Majd a végén hozzányúlhatsz te is, adok egy tollat is, meg egy kis papírt, jó? Na, mondjuk, hogy mi történik, ami nem érthető. Egy névjegykártya méretű fehér papírt kaptam, egy fekete alkoholos lécet. Hozunk egy számológépet, és egy-két ugye van ilyen beépített számológép minden telefonon. Jani, egy ötjegyű bármilyen számot pötyök be a számológépbe, láthatom, én már láttam. Ja, nem kezd keresetni. Ötjegyű, tudod, ötig. Ötjegyű. Kérítőképernyő, Jani, ne ijedj meg, nincsenek rajta gombok, ez ne zavarjon össze. Kettő, három, öt. Ja, négy. Szuper. Jó, meg átjövünk ide a Ferihez. Igen. Jó, meg a szorzás gombot, jó. Jó, csak mondom, hogy Jani beütött egy ötjegyű számot, Feri megszorozza. Ötjegyű számot, három, négy, öt, még egy, mondjuk egy osztást, jó, most. Uh-huh. Szuper, átjövök hozzád, és akkor még egy ötjegyű számot, jó? Jó. Mi van? Na várjál, kíváncsi vagyok. Akkor szoroztunk, osztottunk egy egyenlőségjelet, hogyha nyomnál, és kijött egy számunk, ez 16454,967. És erre gondoltál! Ha kerekítenénk, ez 16455 lenne, ez felírod a pici papírra? 16455, Feri fölírta a kicsi papírra. Jó, azt itt is hagyom nektek, meg lehet nézni, jó. Tehát tényleg ez a beépített számológép,
ti nyomkodtátok végig. Itt volt ez a piros doboz. Igen. Igen. Nem nyúltam hozzá. Nem. Én gimi és egyetem alatt ebbe gyűjtöttem a kis zseppénzemet mindig. Ja, hagyjuk ezt a hülye bűvész dumát. Figyelj. Jó, szőn, ez a nagyon rossz felvezetés. Gyűjtöttem, édesanyám mindig adott egy százast, én azt nagyon mindig beletettem. De most elhoztam az összeset nektek, és valami igazival elvarrásolás. Na, de a lényeg az, hogy nem nyúlok hozzá ez a dobozhoz. Felírtad a számot, nyisd ki, igen. Pénzt fogsz találni benne, számold meg, hogy mennyi az a pénz. Ne! 10, 15, 16 ezer, ne! 455. Pontosan. És az van az... Annyi van benne. Nem. Nem zavar a taps, nem azért mondom, nem zavar a taps. Tapsold meg, ezt most megérdemli. Nem. És nagyon köszönjük a készpénzt a Janival, ugye akkor. Nem igaz. Ezt vetted, Viki? Ez gyerekek, ez jó. De most ennek tényleg bedőlsz ennek... Azért nem a Budapest TV öcsém, hallod? De elment most... mellettünk a világ. Tényleg bedőlsz ennek a trükknek? Én be? Én ennyire amatőrök nem lehettek gyerekek. Én ezt megkajáltam. Ez egy nagyon szép trükk volt. Hát én komolyan mondom, én ezt most ugyanígy. Jani, mi nekünk ott álljunk meg azban az elsősorban, hát, miatt benyaljuk. Benyeltem, mint Stalerica a paripát. Ilyetem valószínűleg az, mert ugye, mint Stalerica a paripát. Figyelj, jó, ezt nem hiszem el. Én ezt szerettem. Na most az elsőnél még ott agyalgattam, hogy mik legyenek a számok, a másodiknál így begépeltem, és nem lehet. És ott van a kezedben a telefon, megnézheted, tehát ez nem egy speciális applikáció, vagy, tehát ez a számológép app, ami minden telefonon rajta van. Tehát bátran, azért nem is nyúltam hozzá. Végig ti fogtátok a telefont, ti irányítottátok a számolóit. A félre a tréfát, még egyet. Jó? Még egyet. Hát én egyel készültem. Ez az egy. Hát ez minden nem lehet. A következő alkalommal hozok még egyet. Jaj, most kezdtek belemelegedni. Ja, most már olyan rovatod lesz. Azt hiszem, hát, hogy van közösen egy titkunk legalább. Én hát azt hittem, hogy itt galambok, solymok és kazuárok repkednek majd. Én picit bíztam benne, hogy majd a Gyula még itt fél tizenkettőkör is itt hajkurázta volna egy lepkehálóval a galambokat. Én ennek azért annyira... Mennyi egy trükk kitalálása időben? Mekkora meló? Hetekig tart összetenni egyébként? Hát változó, hát én a világbajnoki műsoromon közel 10 évet dolgoztam. Ez egy 10 perces dolog volt, nyilván nagyon sokat változott közben. De van, hogy egy ötlet egy-két hét alatt oda eljut, hogy bemutathatunk már közönségnek is. Úgyhogy tényleg változó. Néha nagyon elkap a hív, és néha pedig... Gyerekek, most az lenne a feladat, hogy tegyetek le minket Janival egy lakatlan szigeten, és addig nem láthatjátok a családotokat, és nem kaptok enni, inni, amíg ti ketten meg nem fejtitek ezt a trükköt, hogy ez hogy van. János, azért hort rohadnánk meg azon a szigeten. Csak az a kérdés, hogy melyikünk ássa el melyikünket. Soha büdös életben nem találnám ki. Soha nem jönnék rá. Hoztál kártyát? De nincs egy ilyen szimpla kártya trükköd? Jó, csináljunk egy szimpla kártya. Na, valami. Jaj, nem, imádom a kártya trükköket. Utálom ezt az álszerénységet. Figyelj, gyerekek, hát azért egy háromszoros világbajnokról beszélünk. Ilyet csináljál már, tudod, egyikből a másik. Új, de jó. Na, ezt tanuljuk már. Ezt te tudsz ilyet? Nem, én pókereztem sokat, de én nem ismerem ezeket, amikor így... Rádióban olyan hangja van, mint egy nagyot beleszelentettünk volna szerintem a mikrofonba. Egyébként igen. Jó, néz ki, ugye széthúzod a kezedet, és az egyik kezedből átszáll a pakli a másik kezedbe. Csomag kártya. Igen. Na, várjál, ez a trükkös csomag, ezt elteszem. Jaj, a trükkös csomag is. Itt van a másik csomag. Nézd meg, keverd meg, vizsgáld meg, minden lap más egy hagyományos csomag kártyáról van szó. Az alap, hogy minden bűvész tudjon kártyatrükket? Tehát innen indul, hogy ezeket megtanulod, miközben Feri kever? Azért egy nyilvánvalóan... Tehát, hogy ez egy jó választás az elején, mert ugye kártyája mindenkinek van, és trükköket rengeteg. Meg kell mondom, a kézügyességedet kell fejleszteni, eltüntetni, elővarázsolni, tehát ez baromi nagy kézügyesség is kell, nem? Igen, közben itt imádkozok, hogy Feri el ne dobja az összes kártyát a földre. Feri, te keversz, jó van. Ez a kártyaromboló keverés, köszi szépen. Igen, megkevertük, nagyon jó. Jó, és annyira szeretnélek kérni, hogy csinálok ilyen szép legyezőt neked, egy lapot, bármelyiket válasz ki. Én ne lássam, nézd meg, jegyezd meg, a többiek megnézhetik. Aha. Megnéztem. Jó. A PIK 7-es. Szuper. Ja. Igen. Vissza. Nagyon egyszerű dolgot fogunk csinálni. Egyetlen egy kérdésem lesz. Szétdobáltam. Hát erre mondják, hogy jó a kiejtésem. Tehát. Aha. Figyelj, egyetlen egy kérdésem lesz, arra kéne egy igen vagy nem válasz. Jó? Aha. Menni fog? Hát megpróbálom. Oké. Okay. Mehet? Írd fel. Ez még nem az volt. Ja, igen. Igen, nem. Károly, vagy mi ez? Káro 8-as. Nem. Ez az, de, ez a Káro 8-as. Ez a Káro 8. De figyelj a kezed felé. Nézd. Fordítva. Ja, úgy nagyon jó. Megfűk a 8-ast, beteszem a kezedbe, most jön az érdekes része, nézd. Aha. 1-2. Érezted? Nagyon. Ugye? Nagyon. Aha. Érezted. Igen. Én nem akarok hozzányúlni a 8-ashoz, amit betettem a kezed. Fordíts meg. Ne! Piros szív 6-os. Én ezeket, ne,
én ezeket nem, én ezen felhúzom kimegy, magam. Az a baj, nekem most ki kell mennem, mert megáll az anya. Következő történt, csak mondjuk el a hallgatóknak. Soma valójában tényleg a káró 8-as tette be a Feri kezébe, a paklit leválasztotta, egy darab kártya maradt a kezében, úgy csinált, mint a ráfújt volna, gyerekkorom ez a ráfújás volt a kedvencem, nem nyúlt hozzá, meg fölhúzta a kártyát, vagy elővette a kezéből, Feri kezéből, és ott volt a körhatos. Most már megkeresem ezt a 4x8-asat, hogy mondjátok ezt, ti ezt, káró 8? Én ezt nem, vedd közle te szemét, hol van? Az egy másik műsor, az egy másik műsor. Hova tetted? Hallod? Ez a volt? Ez a káró? Az a káró Feri, igen, a kocka, fordított égessük kocka. Meg boszorkány. Azt, és ez egy alaptrükknek számít? Tehát ezt körülbelül, hogy én elkezdenék bűvészkedni, egy hét után ezt meg tudnám csinálni, hogy lerakok a Jani kezébe egy kártyát, ráfújok nyilván, és az a kártya átváltozik? Nem tudom, miről beszélsz, ez varázslat, kérlek. Persze! Ezt akartam hallani! Meg ha még trükköt csinálnak, érde, ráfújnál a lapra, és valószínűleg felkapná a szellőt, és belállna a szemembe a sarkával. Tehát, hogy mi nem tudunk ilyeneket csinálni, ez nekünk nem megy. De ezt tette bele a kezembe. Hogy? Nem tudom, ezeket nem tudom. Ez a szép benne, hogy nem szabad ezeket megérteni. Hány trükk van a fejedben körülbelül? Nem tudom, hány könyvet olvastál vala? Tehát ez... Mondjuk ez az én esetemben azért ez nem túl bonyolult kérdés. Egyet azt is csak a felég, mert rohadt vastag volt. Hogy, sok, nyilván. Kártyabűvészetnél inkább fogásokról beszélünk, és az ember milyen köntösbe csomagolja ezt be, és hogy kombinálja ezeket a fogásokat, úgy gyakorlatilag bármennyi trükköt ki lehet találni, milyen sztorival adod elő, hogy tényleg a lehetőségek... végtelen lehetőségek tárháza. Az emberek egyébként komolyan vennek, amikor komolyan vesznek, amikor kimondod, hogy bűvész vagy? Vagy legyintének? Mert ez, egy felnőtt pasi bűvészkedik, aztán az elolvasom a díjaidat, és brutális, hogy tényleg háromszoros világbajnok, Vegasban, nem tudom, Svájcban, hihetetlen díjak. De amikor ezt te bemondod, hogy bűvész vagy, akkor mindenki kicsit legyint, vagy azért értik azt, hogy ez miről szól? Hát van, aki egy picit úgy viccesnek találja, igen, tehát olyan... de annál jobb, tehát annál lejjebb vannak ugye az elvárások, és hát nagyon könnyű megtörni az embereket ugye egy-egy csodával, egy-egy ilyen trükkel. És... De akkor te vagy az a pali, akit karácsonykor két tojás likőr után mindenki körbeáll, nem? Hát az asztalnál, hogy na, Soma, még egyet, nagypapa már nagyon részeg vagy, hagyd már a Somát. Hát a céges rendezvények decemberre még az elég van. Tüntesd el a nagyanyád! Tüntesd már el! Rohadtul elegem van a 30 év után. Jaj, de közben válasz céges rendezvényeket is. Hát persze. Miről adsz le számlát? Hadsz le. Mi az SZJ szám? Hát de most egy van olyan, hogy művész. Művészeti tevékenység. Művészeti tevékenység. Arrohadt élet, de ezek jók voltak. Saját trükkez, vagy ezt például valahol láttad és megtanultad? Ez a egy kártyából hogy varázsolunk? Mondom, ezek igazából fogások, tehát bűvészet szempontból nagyon máshogy néz ki. Nyilván én magam módján adom ezeket elő, hogy másról látod, kicsit máshogy csinálja. De ez egy alaptrükk akkor ezek szerint, amit aztán... Ez egy alaptrükk. Ezek is pénzes, amit láttatok, hogy itten összeszoroztátok, hogy mi lesz a dobozban. Az például egy ilyen saját kombinációs ötlet volt. Tehát... De miért nem indultál be az Uri Geller műsorról? Akkor hol voltál még? Fiatal voltál? Mikor Pantera, Engem... Kik voltak a nevek? Danny Blue! Hát nekik köszönhetjük Danny Blue! Pantera! Én is gondolkoztam, hogy felvegyem a Soma Gold nevet, de aztán... Soma Gold! Egy Maja Gold már volt is, a Soma Gold, igen. És akkor mondták, hogy Pantera, a színpárda tiéd, mondta az Uri. És akkor egyébként volt egy-két jó trükk. Volt egy-két jó trükk. Csináltak egy-két jót. Hát igen. ez nem az én műfajom azért, tehát ott konkrétan meg lett mondva, hogy viccelődni nem szabad, a színpadon halálkomolyan elő kell adni, hogy mi tényleg gondolatot olvasunk, és én mondtam, hogy én köszönöm, de ebből nem szeretnék. Tehát én... Ha most céges rendezvényekre mondjuk nem járnál, akkor mint bűvész ebből meg lehet élni? Tehát díjazzák ezt annyira egy világbajnokságon, hogy azt mondta, hogy minden éven nyerek egy VB-t, és abból én meg vagyok? Hát három évente van eleve. Azt mondta, bocsánat. Semmi gond. De meg lehet. Hát én ott ugye én megnyertem a VB-t, és utána több mint 150 külföldi út volt a utóbbi 6 évben, 35 országban voltam fellépni, tehát belekerültem egy olyan, tehát a krémjébe a szakmának, egy olyan körforgásba, ami hát engem igazából visz világszerte mindenhova. Úgyhogy igen, nem panaszkodok. Világszerte ez fellépés, hogy ezek önálló estek, mondjuk valahol Malajziában, egy szállodában? Van, hogy önálló estek, van, hogy varieté műsorok, tévéműsorok, gálaműsorok, szakmai kongresszusok. Én nagyon sokat tartok szemináriumokat mindenfelé a világban. Tehát elég sok mindent csinálok. A szeminárium az mit jelent, hogy elmondod, hogy áll össze egy trükk? Ezek szakmai szemináriumok. Én leginkább a zene és a bűvészet kapcsolatáról beszélek. Most írok éppen egy könyvet egyébként a témáról. Közben... Már hiányos a pakli. Feri bűvészkedik. Megpróbáltam megkeverni a paklit, de Feri, de annyira azért az még nem megy nekem. Van még hova fejlődni. Két-három év ilyen tempóval tehetséges kezdőlet belőle. Tehát, hogy a zene és a bűvészet kapcsolatáról, hogy egy sót hogy építesz föl, és milyen zenét teszel mellé? Hogy milyen különböző
bűvész műfajokhoz milyen zenét használj, hogy gyakorolj rá, hogy megnéztük a jogi hátterét a dolgoknak, a zenefelismerő szoftvereket, a hangosító rendszereket, szóval nagyon sok mindent megvizsgáltunk a könyvben, és hát rengeteg jó embertől kaptam, szakmailag prominens embertől kaptam interjút, többek között a Johnny Spinától is, aki a Copperfieldnek volt 15 évig a művészeti vezetője. Johnny Spina? Igen, szegény, tavaly halt meg. Nagyon beteg volt pár évig, de még mielőtt meghalt, adott egy interjút a könyvhöz, amilyen nagyon hálás vagyok neki a mai napig. Azt hittem, hogy ráthagyta a titkok könyvét, és ott elmondta, hogy nézd Soma, akkor most neked átadom, hogy hogy csináltam. Itt a könyv, a megoldás pedig Hát igen, figyelj. Zene és a bűvészet kapcsolata. Erről mondjuk az jut az eszembe, hogy van egy pár olyan ember az országban, akik 20 évvel ezelőtt írtak sláger, de mégis a jogdíjaknak több, mint a felén zsebre teszik. És milyen jó jönnek belőle. Na, jó van. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nem mutattál sokat, de ezzel a két trükkel mi azért elvagyunk. Elvagyunk egy ideig. Felvettük mind a kettőt? Felvettük mind a kettőt, tehát a Facebookon nem sokára fent lesz a két videó, elemezgessétek. Elemezgetjük mi is. Hogy csinálta Soma. Mi a következő? Hova mész most? Következőnek a világbajnokságra megyek megint, ez július elején lesz. Akkor ezek szerint 3 évvel ezelőtt volt az előző, ugye? Hol lesz most a végén? Riminiben lesz most a világbajnokság, és most azt a megtiszteltetést kaptam, hogy beválogattak a zsűribe. Ó, önmagadat? Tehát fel is lépsz és zsűrizel? Hogy nem lesz nehéz nyelv? Igen, egyszerre. Az mekkora szerintem a Soma nyer. És a zsűri külön díjas. Soma. Mond. Nem, csak zsűrizek ebben az évben, és első magyarként, meg hát igazából én vagyok a legfiatalabb, akit valaha beválogattak, hogy ennek így tényleg nagyon meg vagyok tiszteltetve így a világbajnoksági bizottság által, hogy ezt így rám bízzák, ezt a feladatot. Ez egy egyhetes procedúra lesz megint, és meló lesz, de nézek el. Én automatikusan arra gondolok, hogy zsűriként az nyűgöznél, aminek nem tudom a megoldását. Tehát az, hogy zsűrizem, de tudom, az már eleve nálam hátrébb. Mutasson olyat, hogy zsűrizem, és még én se tudom, hogy nyilván csináltam. Van olyan, hogy meglepődök egy kicsit, de a zömét azt tudom, viszont, mint ahogy mondtam, itt engem az nyűgöz le, hogy viszik színpadra a dolgot. Tehát, hogy milyen, milyen színházi, színpadi megoldásokkal építik fel magát a rutint. Figyelj, hogyha mondjuk nem az ilyen közhelyesebbekről van szó, mint Dynamo, akkor mondjál már egy nevet, akit érdemes megnéznünk fönt a videó megosztó portálokon, aki kevésbé ismer, de iszonyatosan jó. Szerinted? Aki engem nagyon inspirált gyerekkoromban, ő egy elég régi figura. Őt úgy hívják, hogy Sylvester the Jester, és ő egy élő rajzfilm figura. Jaj, ne, egy élő Mickey Egér járkál az utcán. Ne olyan szív, tehát egy csávó, aki bejön beadnak neki egy dobozt a színpadra, ilyen ketyegő bombát, ő meg nem tudja, felrobban és lerobban a csávónak a feje, és fej nélkül ott sétálgat így ezzel a dobozzal a színpadon, meg ilyen dolgokat csinál. Szóval brutális, hogy mit művel a fazon. Őt például érdemes lecsekkolni. Sylvester the Jester. Igen. De jó. Megnézzük. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon klassz volt, amit mutattál. Hajnóci Somával, bűvész illúzionistával beszélgetünk. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Egy nagyon helyes dolgot találtam az interneten. Szeretem, amikor valakinek kicsit így elborul az agya, és valami olyat csinál, ami egy megszokott dolgot kicsit más megvilágításba helyez. Lehet, hogy ti is láttátok, hogy van egy Szilágyi Csenge nevezett színész Csajci, aki eldöntötte, hogy milyen jól szól az, ha egy-egy dal szövegető elmond valahogy máshogy, méghozzá versben előadja. És kiválasztott egy verset, és azt szeretném megmutatni ezzel, hogy a teljesen értelmetlen dalszövegek is még jól tudnak szólni versben. És ő felmondott egy verset a YouTube-ra, rengetegen megnézték egyébként. Mármint dalszöveget. Dalszöveget, így van, felmondott versként, és ez megtekinthető a YouTube-on. És azért is érdekes, mert hogy kicsit van egy olyan vonzata is, vagy vonatkozása a dolognak, hogy mi is sokat foglalkozunk magával az előadóval, és a verssel is. De nem mondom meg, hogy ez melyik vers, vagy melyik dalszöveg, meg fogjátok ismerni. Azon gondolkozom, hogy én mit csinálnék meg. Hogy te mit csinálnál meg szívesen? Hogy melyik dalszöveget mondanám így föl. Mi lehet az? Jól kell választani, és szerintem olyat, ami értelmetlennek tűnik dalszövegben, de mégis versben elmondva tudsz neki értelmet adni, és úgy tudsz csinálni, mintha valami nagyon nagy dolgot mondanál. Tehát mintha valami olyat szavalnál, hogy úristen, tényleg, tehát mint a József Attila óda, és most annyira el kell mondanod, hogy nagyon el kell mondani. Iminimi. Aha. Szemini. Például. Juvapcsú. Aminimi. Mondjuk ezt 3 ember nem tudja elmondani egyformán, tehát egyébként ez nem rossz. Na, ezer hold és némi csillag. Minden csillag. Minden csillag. Mutatom, hogy Csenge mit válasz, hogy hallgassatok bele, szenzációs a dolog. Jó, már hát ez... Figyelj.
Kocsor Zsolt. Szomorú szamuráj. Inniko, mannanniko, mannana herej. Herej. Mannanno, mannanniko, ini kohej. Imádom az ilyen beteg dolgokat. Imádlak, szomorú szamuráj. Csak harcolj értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Beteg. Földön, jó. Égen. Hol volt, hol nem volt, élt egy szamurá. Igazi mesemondó nagy király. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Egy mágustól lestem, festem a testem. Na, ezt nem hiszem. Nyerő az erő, míg az ész felemel. És ez egy dalszöveg. Agyam alatt az alapizmom, ha dagad, abból fakad minden baj, ha egyszer elapad. Hogy? Apropó, én nem vagyok naplopó. Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem, ha muszáj, hívjatok úgy, szomorú szamuráj! Gyerekek, jó a vers. Jó, én nem, aha, ahogy előadja, a dalszöveg rossz. Szerintem színésznő jó. Jó a színésznő, jó a csinál. Csak harcolj értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Mert nem az a vagány, kinek földig ér a lába, és a háta közepén kinőtt a szárnya. Mi ez? Vagy fél lábbal, fel lábbal, minden földhányásra, a csomolunk mára. Emlékszem. Na de nem egészen. Volt, amikor legyőztem egy sereget éppen. És a hétfejű sárkányt úgy széttéptem, kifizették rögtön készpénzbe. Hát nagyon te jó! Te emlékszel, hogy ez egy ilyen dalszöveg? Most így letisztultam. Szomorú szamuráj. Csak harcolj értem. Mindjárt sír. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Hát gyerekek, hát ez gyerekek, így elmondani egy totálisan értelmetlen dalszöveget, egyébként zseniális. De megvan, hogy maga a dalszöveg egyébként valójában mennyire, én nem is emlékeztem, hogy ez ennyire értelmetlen. Az egy végighallgat, és így basszus, így rájössz, hogy a Kozsó mindent összelapátolt, ami az eszébe jut. Tehát, ebbe minden van. A hátadon kinövő szárny, a készpénzen kifizetett seregvészállás, minden, igen. Nem lehet, hogy ez versnek indult annak idején. Na. Semmiféle kép. Imádom. Csengétek egyébként meg akartuk szólaltatni, azt mondta, hogy ez egyszer csinálta, nem csinálta, mert köszönni szépen. Megértjük. Nem akar megszólalni, szerettünk volna neki egyébként egy következőt adni, hogy találunk egy jó dalszöveget, tényleg, de valami nagyon-nagyon elborultat, tehát akár egy Akela dalszöveget, egy Tankcsapdát, egy Kaszatibit, egy Krisztály, és szavalja el nekünk. Ezek közül azért némelyiknek van értelme. Na jó, azért az Akela Hiroshima atombomba, imádkoznak Esztergomba, azért, tehát, hogy van ez egy Akela szöveg, igen. Tehát, hogy persze van jó Akela szöveg. Persze, de hogy a Tankcsapdánál azért azt gondolom, hogy ott értelem a Lukács, persze, igen. A Lukács ad neki értelmet. Szerintem jól. Találnánk olyan fiatal színészt, akivel felráthatnánk valami. Valami örökbecsüt. Találjunk egy dal. Nagy klasszikus. Mi legyen a dal? Az írjanak nekünk a hallgatók, hogy melyik dalnak állna jól, ha elszavalnák versben, és aztán találunk vagy ismert színészt, vagy kevésbé ismert színészt. Én nagyon szívesen megnézném ezt a Csonkától is egyébként, nagyon szívesen megnézném ezt a Szabó Győzőtől is, vagy a Stoltól is szívesen megnéznék egyet. Nem ő Csonka Bandival a ding-dinget mondatnám. A sajátját. Bandikám, ez a büntetésed, a sajátot kell most dalban elszavalnod, vagy versben, hogy ezt ránk szabadítottad. Hogy írjatok nekünk, drága hallgatók, olyan jó dalszöveget, amit ismertek, és ami furán, de mégis klasszul szólhat versben, és mi találunk rá egy színészt, hogy ez most ismert, ismeretlen, ezt kitaláljuk, aki elszavalja azt a dalszöveget, amire a legtöbb szavazat jött. Bármit írhatok tényleg, ami eszetekbe jut, és ami jó dal. De a szöveg az mondjuk versben is megállná a helyét. Én a Kulkát imádom. És tök jó lenne, hogyha meghallgatnak tőle bármelyik Happy Ganget. Nem tudom, hogy a Kulka rávehető erre. Igen, lopják a Jackie-met.
Figyelj, vigyázz, a Happy Gangben jól vagyok. Hallod. Tehát, hogy de mi érted? Vagy egy jó Csovi Jasper. Csovi Jasper. Úristen, és valami nagyon nagy színésztől, de valami óriási színésztől. Lehet, a Kulka is rávehető egyébként erre. Megkeresük őket, jó? Csak kell egy dalszöveg, amiről ti eldöntitek, hogy oké, legyen ez, kimondjuk, hogy erre nagyon sok jött, és akkor megkeresünk mi színészeket, és valakinek odaadjuk. Aki elvállalja, nyilván van, aki fogja vállalni, van, aki elküld minket, hogy nem, köszöni, ezt nem. A hétvégén majd felmegyünk a hétvégén. Egy jó hip-hop boys például? Hát az de jó lenne. Mi van még ebben, ezt ragadom, a fejből? Nem tudom, hogy az a ragadom, fekszem már, sikálom a csajt, fekszem a földön, ez az, nem tudom. Na mindegy, jó, találunk jót. Jó, írjatok nekünk ötleteket, hogy mit lehetne még elszavalni, és mi keresünk egy színészt, akivel elmondatjuk. Jó. Írd fel a számát a Cserhalminak, vagy a Bodroginak, ha ír, vagy hív minket, Anna. Figyelj, a jó arcok bevállalják egyébként. Vézolika emlékére a Balatont lehetne egyébként elszavaltatni. Ó, az is igen. Igen, írják már nagyon sokan. Jó, már most jönnek az ötletek. Jó, a héten még visszatérünk rá. 10-ig nyugodtan írjatok nekünk értelmetlen, fura, vagy éppen nagyon jól szóló dalszöveget, mi pedig megtaláljuk a színészt, és kiválasztjuk azt az egy dalt. Berecki Zoli hangokba zárva, ne, azt nem. Azért tényleg mindennek vardára. Jó? Na, csak mondom, hogy ki vezet eddig egyébként a versben, tehát milyen ötletek jönnek. Nagyon jól áll a Well Hello, tehát őket imádják. Aztán nagyon sokan küldték el nekünk a Zsófika a Rágógumi dalát. Azt nem tudtam, gyerekek, hogy ez ennyire bárgyú ez a dal. Az valami fantasztikus. Ti tudtátok, hogy annak miről szól a szövege egyébként? Én annak idején hallottam. Hát, ugye, önkínzásból? Igen, hát mondták, hogy ez az első dala. Kénytelen voltam meg. Az első, és már közben reménykedtél benne, hogy az utolsó. Kis grófóék állnak még nagyon jól, rengetegen elküldték nekünk, hogy találjunk nekik egy színészt, és őket mondassuk fel, vagy az ő valamelyik dalszövegüket. Azt a Dörner szerintem szívesen felmondja. A Norok, Száj, Kis grófó és Jolly. Úgyhogy... Ezt meg se hallottam. Azt mondja, hogy nézem még, hogy ki áll nagyon jól. A Pákónak az Adide a Didit, azt is egyébként elég sokan küldték. Belga Zsolti a Béka Szabó Győzőnek, ajánlották néhányan Tankcsapdát, küldtek a hallgatóink, és igen, Soho Party, miért nincs nyáron hó, Open Stage, Aranka Szavalva, hát gyerekek, nem, az... minden van. Dögös Robitól a Kaszinó. Dögös Robi? Dögös Robi, igen. Hogy élhetek így 45 évesen, hogy nem tudom, ki Dögös Robi? Hát... szánalmas alak vagyok, mi? Te szeretet fogadjunk. Dögös Robi. Dögös... Ki nem szeretne Dögös Robi? Dögös Robi Kaszinó. Keres a Dögös Robi Kaszinó. Nem ismerem. Hogy bírok még létezni? Én megvan. Várjál, Dögös Robi Kaszinó, tessék. Remélem, nem nyúlunk bele valami nagyon durvában. Nem hallgattunk bele. Akkor a következő számot szeretném... Hát de állítsa! Hát tudom! Zsuniperikének és a drága terhesztén feleségének fogadjátok sok tőlem szeretettel, Savali! Most már megy! Feri, Feri, elmegyek én! Ajtóból várhat-e hát ezt ismered! Na most már igen, meg lehet közben meg be is álltad te sugázni! Elnyerték a lovémat ezek a cigányok! Azzal mulattak éjjel a pala kocsmába. Háj, mondta a Mártika, hogy tudsz ilyen de rossz lenni. Az életedet a 14-esre kellett feltenni. Háj, megmondtam már, jól előre. Háj, kaszinó lesz, se jenek a vége. Háj, Feri, nem hallgattál a terhes feleségedet. Mi csoda szociodráma, kérem szépen. Nem olyan jó minőség. Király vagy! Jó szól viszont. Nagyon jó. Na jó, az eleje volt a lényeg. Is ismerhet, ő Dögös Robi. Egyébként mi nagyon sokan elküldték, de Jolly és Kis Grófó mellett Dögös Robi is nagyon sok szavazatot kapott. De hogy ki a szövegeket azért mi is tudnánk írni. Hát én nem gondoltam volna, hogy veled az anyádat is elveszem. 20 évig élt velünk együtt, hogy a sírját verje fel a gaz. Érted?
Amúgy az énekdallal. Ott is van azért, ott is van azért az álma. Bármikor. Mellettem egyébként a Zsófika rágógumia, az nagyon elment, és rengetegen küldik ti. Tudtátok, hogy az mennyire bárjú? Mit írt? Tessék? Mit írt a Zsófika? Ő VV? Igen. VV Zsófika. VV Zsófika. VV Zsófi volt. Igen. Hát kicsit az nekem elmaradt az... Hát szégyed magad. Hát most azért tényleg... Mondjuk, tudom, hogy... Tényleg szégyed magad. Minden nap virágó gumi, add meg nekem, uram, annyi féle ízben kérem, hogy nincs is annyi ujjam. Engem nem érdekel csak az, hogy mekkorára fújjam. Csáncsogok és kiköpöm, csak a hajamban ne túljam. Lazulj el. Nem hallgattad most meg a Revickitől? Hallod, de... Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, ez történt a Morning Show-ban. Gyerekek, tegnap összefutottam a Pákóval, képzétek el. Na, de miért? Nem hol? Tudom, teljesen véletlenül mentem. A kozmetikusnál. Éppen fazon csináltatott. Igen, én mentem lansolni, persze, igen, mentem egy jó főnözéssel. Nem, mentem azon az úton, amilyen autókereskedések mellett vezet el, és az M1, M7 becsatlakozójára tudsz rámenni. Aha. A felüljára alatt rákanyarodsz. És azt láttam, hogy egy fura mozgású, fehér ruhában öltözött, fekete srác, áldogál, és így bevillant, hogy ő a Pákó, és így rázta a fenekét. Azonnal visszafordultam, megálltam, és ott volt ő, egy éjjel-nappali előtt mulatta az idősdelem. Fehér ruhában. Fehér ruhában, fehér fősőben. Nigériai Elvis. Dumáltunk, igen, Nigériai Elvis. Dumáltunk, megkérdezem, mit csinálsz? Mondja, hogy várom a barátomat. Mondom, ki? A Zolit. Mondom, a bot Zolit. Igen, és hova mentek? Azt nem tudom. És mindezt egyébként fényes. És a bot Zoli is ott volt. Nem a bot Zoli, ne, te a óriási. Ez egy iszonyú prémium társaság. Várta ő a bot Zolit, egy éjjel-nappali előtt mulatta az időt néhány jól szituált barátjával egyébként, és mondta, hogy mennek valahova, egyébként a Kosztolányira, vagy a Bartókra, mondom, Pákó, mit csináltak ott, azt nem tudom. De mondom, állatot mentek befogni? Nem. És egyébként, hogy vagy? És mondta, hogy nincs jól, mert hogy tegnap aranyér műtét. Mondom, jó, álljunk meg. Mondom, nem akarok ennél többet tudni, mondom. Ő egy baba. Igen. Keresetlen őszintességgel rögtön. Keresetlen őszintességgel elmondta, hogy nem tud ülni. De és ezt ott az éjjel-nappali előtt, úgyhogy én csak visszafordultam, hogy köszönök, megkérdezem, hogy nem tud ülni. Sírtunk a rögésre, folyt a könnyem, majd elmondta, hogy egyébként négy napig nem kakilhat. Ekkor már ketten becsatlakoztak még az éjjel-nappali. Az éjjel-nappali közönségével. Még áldogáltunk ott, és mint egy ilyen jól szituált kis társaság, egy jóféle kis éjjel-nappali előtt, ahol egyébként mérték a felest is azért, ott lehet izolgatni, és illetve megbeszéltük az élet nagy dolgait. Ugyanitt friss briós. Ugyanitt friss briós. És megbeszéltük az élet nagy dolgait, hogy milyen most neki. És ő ezt elmondta, hogy hogy kellett felfeküdni arra bizonyos asztalra, hogy miről beszélgetett egyébként a dokival, és hogy mennyire hálás a dokinak, hogy ő vasárnap, mert ugye tegnap találkoztam, és azt mondta, hogy ez tegnap történt, de vasárnap tudott találni egy nagyon jó dokit, aki hirtelen egy ilyen SOS ambulancián őt ellátta. És azt mondta, hogy a doki elmondta, hogy ő ekkorát még nem látott. Mondom, Pákó, jó. Akarok hallani a Pákó fenekéről. De basszus, te... De közben egyébként a Pali tudod, hogy szórakoztatott, tehát úgy adja elő, hogy egyszerűen nem tudsz nem röhögni. Tehát nem tudsz rajta nem röhögni. Szenzációs. De ez egyébként, amit te most elmondtál, ez a Roncsfilm 2-nek a forgatókönyve. Az ország igen. Első számú médiasztárja találkozik a nigériai magyar állapolgár Pákóval, aki egyébként az aranyérműtétéről beszél, és várják az állatbefogó bot Zolit. De egyébként ez annyira szoció, és mindez egy non-stopban. És a Szilágyi is megjelenik majd. És a Szilágyi. Én azt gondolom, hogy minden nap kell, hogy legyen az életedben egy ilyen szituáció, ami kimozgat kicsit úgy a komfortzónádból, hogy azt hiszed, hogy egy filmet nézel. És mondom, álltam tegnap egy ilyen nagyon lepukkant éjjel-nappal mellett egy busz megállóban, ott közben jöttek, bevágtak Csavaros egyet konyt alá, mentek tovább, és Pákó mesélt egy busz megállóban az éjjel-nappali előtt az ő aranyeléről, és azt hiszem, hogy én ezeket az élethelyzeteket keresem kicsit mindig, ami ugye megszokott dolgokat csinálsz minden nap, hasonló emberekkel beszélsz, hasonló, ugyanoda mész haza, gyerekek várnak, nagyjából kiszámítható. De egy ilyen szituáció felébreszt és kizökkent. Ez egy Bereményi vagy egy kusturica. Igen. Egy kusturica itt jelenet volt. Itt kellett volna, hogy egy lovaskocsi beletolasson a te kölcsönautódba, és egyébként meg jöjjön egy razzia. Igen. És néhány félmeztelen nő lovon érkezzen meg nagy füstben.
De akkor ott, és akkor ott minden van. És a homlokzatról leesen egy gépstukkó, és agyon is sem valamelyik hallgatózza. Én kicsit keresem az ilyen helyzeteket, tényleg, ami úgy kimozgat egy kicsit a komfortzónádból, és akkor ott közben kicsit belehallgattak a beszélgetésbe, jött egy bácsi, aki közben beleszólt, hogy az aranyelet egyébként nem úgy műtik, ő tovább ment, és élveztem, és mentem a szituációban, benne voltam, és 10-12 percet ezzel én ott nagyon... Nagyon jól szórakoztam. Az Instagramon fenn van a közös fotóm, csináltam már egy... Ha már ott voltunk, ezt a dolgot megörökítettem. Én szeretem ezt az embert. Engem ő szórakoztat. Hát nem kellett már, melyek adventistákhoz az ebédért. és a bácsi tovább megy. És ebből szerintem egyébként konkrétan filmet lehetne csinálni. Persze, ez egy állunk non-stop elő. És mindig jönnek emberek, elmondják a kis Jézusom, látom a fotót. Látod a fotót? Ott vagyok. Jönnek, mennek az emberek, elmondják a kis sztoriukat, bekapcsolódnak a beszélgetésbe, ott veszik fel a fonalat, ahol odaértek, és nagyon jó kis filmet lehetne ebből csinálni. És mindig van a visszatérő szál, a pákó, hogy és megbűtötték a... Az. Igen. Volt a Sas Tamásnak a Presszó című filme, az hasonló, vagy filmje, az picit hasonló volt, de az nem volt ennyire roncsfilmes. Csak ilyen tévéműsort csinálnék, ahol ilyen szituációk történnek, tényleg. Tehát ami az élet, és ami a hétköznap. És képzeld, hogy megjönne a bodzoli, a hátán egy ketreccel, amiben lenne egy alligátor teknős, amit most fogod ki a rákospatalon. De kicsit vártam, hogy megérkezik. Igaz, hogy megjött volna, tudod, ilyen talpig iszabba. Érted. Igen, megérkezik köz egy létrával, elkezd felcsatolni, felmegy onnan, lehoz tényleg egy aligátort, két ékszerteknőst, egy gyilkos tarantulát, bemegyünk az éjjel-nappal, iszunk valamit, és egy napot eltöltök velük. és az, hogy ő nem tudja egyébként, hogy hova ment, és ott mit csinálnak majd az olival, mert neki valahova mennek. Valahova. Hát nem, valahol nem jó így élni. Uh-huh. Nyilván hosszú távon nem, de jó. Valahol nem jó, hogy úgy élsz, hogy vársz valakit, de nem tudod, hogy hova mentek, igen. És majd lesz valami a következő percben, és mindig a jelenben vagy. A gyerekek ilyenek. Ők azok, akik sosincsenek a jövőben vagy a múltban, mindig az adott élethelyzetben vannak. Ha fagyér állnak sorba, várja, hogy fagyizhasson, ha játszik az autójával, éppen autózik, ha mesét ígérsz neki, várja, hogy mesét nézhessen, nincs holnap, nincs tegnap. A pákónál nincs holnap, nincs tegnap. Ha lesz egy csak könyv, a pákó életéről fog szólni, akkor az lesz, hogy zsákba macska, fekete pákó igaz történet. Jöjjön, aminek minden percben, soha nem tudja, hogy mi fog történni, minden percben más és igen. Más. A magyar shopstop egyébként tényleg kicsit olyan volt, de te szeretem a shopstopot. Na megcsörgetjük, ha már ennyit beszéltünk róla, itt van Pákó Bauni! Jó reggel! Bauni! Szia! Nyugtass meg, hogy már nem a busz megállóban állsz. Nem, gondoltam, hogy betelefonálok nektek, mert hallottam, miről beszélgetettek. Igen, közben az Anna integet, hogy itt vagy, én csak el akartam mesélni, de te közben te megérkeztél, igen, hello. Igen, megelőszettek titeket. Hát, hello. Ülsz vagy állsz? Na, hát figyelj, hát most mi mindig van a harajherem. Nem, én ezt csak el akartam mesélni, mint egy történet, se az, mert nem akartam cizellálni ezt a dolgot. Jani kérdezte, hogy ülsz vagy állsz éppen egyébként? Állok, nem tudok úrni. Nem tudok úrni. Kell egy ilyen kerek párna, aminek Lukas a közepe. Az jó, ülésre. Igen, mert nekem azt mondta, orvos, hogy legalább 4 napig nem kakihatok. Nem szarok. Nem tudja, hogy az első szó, amit használtál, az jó volt, igen. De hogy te vasárnap mentél be a dokihoz, találtál valami ambulanciát, vagy ez valakinek az ismerőse volt, aki egyébként hentes, csak megműtött? Nem, csak megmutott el az aranyheremet, mert ott szentim megnyit a segyedben. Fenék, te finoman fogalmazzál. Uh-huh. És akkor most mit csinálsz? Álva alszol? Nem. Feküdve alszok, de nem a segem, hanem a hasamban. Ja, hogy fekve. Aha. Igen, hasamban alszok, és azt mondta a orvos, hogy annyira durvá volt, hogy ezt meg kellett mondtatni. Amikor bementem először, képzelhettek, hogy azt mondta, hogy feküdtek le, lefeküdtem, és valami ilyen kitágú vas, és a kézsegségével így kitágulták a fenekemet, és amikor belenéztem az orvos, azt mondta, Uram Isten, ezt azonnal le kell vágnom. És az kiderült, hogy ti tegnap hova mentetek a Bodzolival? Tehát az végülis megtudtad, hogy hol ment tegnap? Igen, odamentem a Zolihoz, hogy a Zoli ígért nekem, hogy elkísér engem az orvoshoz, aztán el kellett mennem tovább valamerre,
ahol van ilyen, ilyen megbeszélésük, de utána miután mi találkoztunk, Balázs, rá 20 persze meg is jött, meg is jött a Zoli a helyszínen, ott a kocsmá elé. Hát egy ilyen éjjelnapali kocsma, nem tudtam hova tenni a helyet, de nagyon szerettem, hogy pont veled találkozom. Abszolút. Csak elkísérte, és kaptam azért tegnap az orvostól egy ilyen arany él kezelésre, ez ilyen végbe kenos, azt mondta minden. Ilyen kenos, rá kell kennem minden, egy nap alatt háromszor a seglukomban. Na jó, Páko, hagyjuk. Igen, na, múcsúzunk. Az a baj, hogy nincsenek szinonimák. Te egy ösztönös állat vagy, az a baj, hogy veled egy időzített bomba vagy. Tehát, hogy veled... Nem ez a legnagyobb baj, hogy külföldi vagy. Ezzel még semmi baj nem lenne, hogy te külföldi vagy. Jó, van. És azért fellépni mész hétvégén? Igen, most megyek, igen. Eddig is volt fellépésem, nagyon szépen köszönöm. Már mit köszönsz? A fellépést. Hát, nem, azok az emberek, akik rám gondoltak, és eljön a fellépés, és csak a most nem volt hétvégén, de most is megyek. Hát mivel mindenki tudja most rá, hogy nyári szünet van, rengeteg rendező van, a Pálinka Fesztivál, a Show Fesztivál, a esküvő, rengeteg esküvő van. Esküvőre is mész egyébként? Tényleg mész esküvőre? Abszolút. Mit csinálsz? Vőfély szerintem. Hát Balázs, mit csinálok? Hát énekelek, adidadibi. Hát hülye kérdés, mit? Igen, verset nyilván nem szavaz, de persze. Igen, születés napi bulival hívnak. Szóval, és rengeteg van, imádom, szeretnek a magyar népet, és én is szeretem őket, és az a lényeg benne. Szóval nem, nincs semmi. Nem aggódtunk egyébként. Pákokám, vigyázz magadra. Jó, nagyon, jó. Nagyon szeretem. Ma is ott lesz, ebben ma is arra megyek haza. Igen, hát... Na, attól akkor még tartozni nekem egy képet. Jó, akkor várlak, jó, Balázs. De volt már olyan egyébként, hogy dalszövegedet nem elénekelted, hanem elmondtad? Volt. Tegyünk egy kísérletet, jó? Nézzük meg, hogy szólna az Adida, Didit, nem te hallottál minket, nem tudom, hogy hallottál-e, 9 előtt egy magyar színész csaj, aki egyébként baromi jó arc, elszavalta a Szomorú Szamuráj című dalt, ugye versben. Zseniálisan tette mindezt. De nem a dallamot énekelte, hanem szavalta. Azért mondom, ilyen cizelláltan csak, hogy értsd. Hogy próbáld meg nem elénekelni, hanem elszavalni a te saját dalodat. Hogy az hogy szólna, hogy kiállnál a színpadra, nincs zene, nem dallamban éneklet, hanem megpróbáld elszavalni. Tudod a szövegét? A szöveg azt nem tudom, Balázs. Hiszen az ő saját dala. De szaval, ne énekelt szaval. Ja, de ne. Adide adidi. Én adidi nem adom. Adide adidi. A szanyád úristenit. Adide adidi. Adidi ó fej. Adide adidi. Adidi kókemi. Adide adidi, adidi bombájó, a szanyád úristenit. De megoldottad. Egyébként már egészen magas művészi színvonalon, mert megoldottad. Ez a vers mindenkinek. Vasárnap este, péntek este. Ez a dicsőség. Nagyon szépen köszönöm. Bárkokkal, vigyázz magadra, ciao. Bauni! Hát, még mindig aranyérem van. Tedd le a telót, jó? Szevasz, Páko, csáv. Hát, itt vagytok még? Jaj. Komolyan mondom, most mit csináljak, ha? Tedd le a telefon. De Balázs, aranyérem van. Na jó, szevasz, Páko, csáv. Bauni! Bauni! Várj, fél, lehozom. Háhó. Áhó! Óhá! Szívan! Szevasz, ciao, hello! Ciao, hello, Erofi! Jó, persze! Sziasztok, Bauni! Hát, komolyan, ezt nem hiszem. Ezeket a srácok annyira imádom őket. Hölgyeim és uraim! Ez történt a Morning Show-ban!
Vojt Ágiról találtam egy cikket, ő ugye Bodrogi Gyulának az ex-felesége, kiváló színésznünk, akinek van egy nagyon híres rokona. Tippet szeretnék kérni, hogy Vojt Ágynak ki lehet az a nagyon híres külföldi rokona, aki hát most egy cikkben közösen szerepel, a külföldi rokon nem sikerült megszólítatni. Megmondom összetől, hogy én már tudom, és engem sokkolt a hír. Vojt Ági. Szinte felfoghatatlan nemzetközi szenzációról van Nemzetközi szenzáció. Annyit segítek, hogy ő is színésznő. Tehát ebből is látszik, hogy a rokoni vér, és ugye úgy működik a dolog, hogy komolyabb ő... újság, bulvár újság, mértékadó újság. Ők aztán nagyon komolyak tényleg. Tehát, hogy... Mondom neked a levezetést, és hát, ha így elérsz a célhoz, Vojt Ági örmény rokonokkal büszkélkedik, illetve örmény származású, és ott azt mondják, hogy a Vojt örmény név, és állítólag, aki ezt a nevet viseli, mind rokon az egész világban. Na most az az ének, vagy színésznő, akit keresünk, a nevében neki már ez nincs benne, de az édesapja nevében benne van. Na várjál, ezt megfejtjük. Azért, figyelj, mert filmes, figyelj, filmes figyelj, a dolog. Na várjál, összefogja. Van Vojt Ági. Vojt Ági. Ugye igen, a Vojt név a kult, szóval ez egy örmény név, ott azt mondják, hogy... John Vojt. Igen. Az apja. Bizony. Ne, bizony, igen. Vojt Áginak nem John Vojt. Nem. Nem. Na jó, de hogy a rokon az John Vojt. A színész. Igen. Az amerikai színész, ő pedig a ki az? Angelina Jolie. Hát az apja. És Vojt Ági és Angelina Jolie rokonok, és ott van. Két tojás. Na ne, ha melyikük, ne. Melyikük az Angelina, és melyikük az Ági? Nekem ez túl sok, én már néha így is úgy érzem, hogy valami... Basszus! Ez egy idősebb kori kép Angelina Jolie-ról, vagy pedig így nem, kérdezni. Ez Vojt Ági. John Vojt, Vojt Ági, és akkor Vojt Ági és John Vojt rokonok. Felgöngyölítetted a szál. De ilyen lap. Alapon Phil Collins és Rákai Filip is rokonok nagyjából, nem? Tehát, és Filip, nem, mert igen, tehát a kis túlzással, nem? Tehát hogy rokonok. És egyébként Phil Collins apjája a Philips gyár, de a Philips trónörökös unokája pedig Rákai Filip. Tehát mi? És mindannyian filippínok. És mi mindannyian, és egyébként ők filippínok. Így van, de ez hogy? Hát, srácok. Ennyi. Na, mit szólsz? Ennyi. De ha egyébként, ha megnézed a képet, mutatom, nézd meg Vojt Ágit és Angelina. Hogy részben. Egy az egybe. Ugye? Egy az egybe. Tehát, hogy komolyan mondom, elgondolkozni. Ugyanúgy a szá van szájuk középen, érted? A két szem ott az arcuk kellős közepén majdnem. Tehát, hogy szét, az az orra, hogy ketté osztja. És mit ír ez a hihetetlenül igényes, nagyon mértékadó, rokon, hiteles bulvárlapok, az elmúlt három évben egy szó nem igaz, annyit nem írtak rólam. Mit írnak? Az első bekezdésig jutottam el, ott én megakadtam a levezetésnél, hogy a Vojt név örmény, és hát akkor John Vojt és a lánya Angelina Jolie. Nem tudom, hogy azt mondja Vojt Ági, hogy mindegy, hogy GH-val, GHT-vel vagy TH-val. De ők mind rokonok. Ők mind azok, és hogy hát ilyen ez. Amikor az ős erőből, tehát az örmény erőből fakadó színési tehetség elnyom annyira. Mindent. Figyelj, és amikor itt forgattak, Angelina és Brad is, akkor még ez így nem derül, akkor nem találkoztak egymással? Vagy csak úgy mutyiba? Egy-két SMS? Szia, Ágika! Ági, itt vagyunk Magyarországon. Ez a mi titkunk egyelőre, nem szeretjük a nagy felhajtást a médiában, stb. De titokban már találkoztak. De lehet, hogy összefutottak valahol. Valahol összefutottak. Ági, Angeli, Istenem, egy év után. És azt írja a bulvárlap, hogy akkor megtörtént a kapcsolatfelvétel, vagy hogy akkor előbb-utóbb találkoznak, és mint a Brad Pitt és Bodrogi Gyula majd együtt részegednek le valahol Los Angeles külterületén, ha meghívják őket magukhoz. És a Bodrogi elmegy a vadászpuskával kettőször a levegőbe lő Los Angelesbe, és Braddel elmennek vadászni, vagy hogy lesz? Vagy látták már őket esetleg ebben a bulvárosságban négyen vacsorázni? Hát, Brad, Angelina, Bodrogi és a drága exe, vagy a feleség. És én ki vagyok. Süssi a sárkányt! Szó-szó! Én vagyok csak annyi fejű. Gyula bácsi, ezért egy híres Los Angeles érte a nevem is annyi, csak süssi. Na, és mutatom a tüzet mutatom. Hozzák a poroltot. Egy kis kandírozott vackor.
Bodrogi úrnak. Hát srácok. És az ő közös apukájuk, igen? Volt egykor Karol Wojtyla. A pápa. A pápa. Wojtyla. Igen, örökbefogadott gyermekük. Wojtyla, nem? Tehát, hogy akkor vannak hasonlóságok. Föl lehetne állítani a Wojt és a Wojt családfát egyébként. Tehát, hogy lennének még hasonlóságok. Brad, ő kihez tartozik? Hát ő így nem család, ő ugye úgy, mint a Bodrogi, tehát ő csak beházasodott ebbe a nagyszerű örmény családba. Nincs valami kenyeres, nincs valami ilyen nálunk, kenyeres Laci, kenyeres Tibor, híres színművészet, nem tudjuk őket így nagyon-nagyon összehozni mindenki, és kiderül, hogy mindenki mindenkinek a rokona. Mindenki mindenkinek, óriási. Hát ez szép. Meg kellett osszam vele. Hát, de Feri, most komolyan sokkolt az egész ország. Ugye, de azért engem is, hogy annyira szép az egész sztori. Gratulálunk. És nem lehetne akkor, tehát akkor a művésznek nem lehetne esetleg egy jobbról be, vagy balra ki, vagy ilyesmi szerepet adni a következő filmben? Az unok a ugának, a nem tudom, hogy minek számít következő filmjében. Szerintem annyira szép lenne. Hát, de érted, a család tartson már össze. Nem? Igen, hát hogyne. Igen, mert nem sok mindenkit hoznak még össze mindenki, hogy Brad Pitt, Pitti Katalin, azt írják. Hogy ott is nagyon van egy nagyon komoly hasonlóság, aztán hívjátok fel, hogy hozza haza Angelina. Így van. Tehát jöjjön haza Angelina. Nem? Tehát ha itt vannak a rokonai, akkor ezt igenis vállalja föl. Nem, tehát ne csinálja ezt, igen. Mert Brad Pittet Pittinger, és így Brad Pittinger, és na jó. Hát tényleg, ez így. Sok mindenkit lehetne sok mindenkivel összehozni. Clooney nem Kulka. Hát, na, ez nagyon távol. Az nagyon távol, de jó, de hát már másképp írja. De úgyis lehetne, hogy Brad Rogi Gyula. Brad Rogi Gyula. Tehát, hogy Brad Rogi Gyula. Brad Rogi Gyula. Tehát Brad Pitt, Bodrogi Gyula, és a Brad Rogi Gyula lesz a kisgyerek majd, ha családon belül egy újabb gyereket örökbe fogadnak, ő lesz a kis Brad Rogi. Szerintem egyébként, hogy Brad Rogi. Én egyébként a művészeti nevében megmozgatnám ezeket a családi szálakat, és elintézném, hogy végre Bodrogi Gyula szinkronizálhassa be Brad Pittet a következő filmjét. És hát akkor már jönnek a nagy közhelyek, hogy akkor ha átmegyünk más családfa állítás, akkor ugye Chuck Norris eltitkolt fiai. Innen meg már elindul. De az már önmagában egy tagadás, ugye? Igen. Chuck Norris eltitkolt fia, nem Chuck Károly. Tehát, hogy nem. És a közös felnőjük pedig Chuck. Hallod, de egyébként az milyen vadhajtás már? Tehát, hogy az egy elég erőteljes oldalági vadhajtás, nem? Hát, korszak szerint nézd, akkor Chuck Máté, aki kitántorgott valamelyik őse. Igen. Amerikában lett belőle Chuck Berry színes bőrű. Igen. Chuck Berry félrelépen. Félrelépen, és abból Chuck Norris. Chuck Norris, és akkor így a nem Chuck Károly. És visszatért a kör. Chuck Mátétól nem Chuck Károlyig. Azt a mindenit, milyen csodálatos családfa már, nem? Egyszerűen hihetetlen. Nem Chuck Károly, Chuck Elemér törvénytelen fia, és Chuck Norris féltestvére, írja valaki. Na jó, oké, hát ezt megbeszéltük. Ezért érdemes ezeket a bulvárlapokat lapozgatni egyébként, mert mindig talál benne valamit az ember. Nem? Te is benne vagy. Én is benne vagyok? Aha. Jót írnak? Nem. Ha már megkérdezted. Komolyan? Mutasd már. Ez a mi lehet a telefonjában? Igen. Kategória? Igen, azt találgatják, hogy mik lehetnek a telefonodban. Milyen régi fotók, milyen dokumentumok, milyen kis bejegyzések, stb. Ja, ők azok, akik igen, akik mindenféle tényleg. Mi lehet a telefonomban? Aha. És akkor vannak kis képek a nejedről, bénejedről, gyerekekről. És miért lenne az én telefonomban Vágó István képe? Azért, mert ez alap majdnem olyan szellemes, mint a Ludas Mutyi című előadás. Ők már nagyon-nagyon szenvednek. Nagyon szenvednek, hogy mit találjanak ki, nem? És beraktak mindenkit ki kikockázva. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Terelsz még, vagy végre belekezdni? Igen, mert engem egyébként ez egész nem érdekel. De tehát, ne haragudjatok, hogy akik ott állnak a sorban, azért őket ez érdekli, bocsánat. Valljuk be őszintén, ha most megkérdeznéd a Morning Show hallgatókat, akkor 10 emberből 9 embert nem érdekelne ez a körforgalom, meg hogy mi a helyzet Madonnával, a pop madrasszonyával, mert mindenki arra vár, hogy triolázzál neki. Te! A triola Várnos Szavérja. Az vagyok. Ugye csak mondjuk át, ha valaki nem hallgatta a tegnapi adást, hogy én már nem tudom, hogy de felmerült, hogy ki milyen hangszeren játszott,
gyermekkorában, és akkor elindult ez tényleg a triola, a fúvola, meg a dorom, és szóba jött ez a kis színes műanyag, különböző színes gombokkal felépített kis hát hangszer, ami ugye hát hangszernek azért barokkos túlzásra mondható, de gyermekkorunkban nagyon szeretük, triola a neve. A mi generációnak gyermekkorában volt ilyen. Így van, fekete, és... piros, színes gombok vannak rajta, nem furulja a triola. És ezt szerettük. És tökéletesen alkalmas volt arra annak idején az oldalban, hogy a cseppfertőzéssel terjedő gyerekbetegségeket egyik gyerekről a másikra átragassza. Az, annak is volt egyébként, amit a kezedben tartasz, egy úgynevezett fújóka része, csak azt már megkoptatta az idő, az nincs rajta. Ezt egy hallgatótól kaptuk tegnap, és gyönyörű darab. Nagyon szép, eredeti keletnémet. Eredeti keletnémet, igen, és azt mondtam, hogy ha tegnap az adás végéig hoz valaki egy triolát, akkor eljátszom az István a király egyik híres dalát. Már pedig én most. És tegnap 10 óra előtt megjött a triola, csak nem volt már időnk, és akkor átlógatta Jani hihetetlen ritmusérzékel a mai adás, hogy akkor ma, és a fogadás tárgya, gyerekek, nagyon nagy mínuszba vagyok ma már, tehát én nem tudom, miért fogadok ennyit. Hogyha sikerül, akkor Jani letakarítja, vagy kitakarítja a nem létező autómat. Jó, most jön, hogyha nem sikerül, akkor az most nem volt. Most ez egy ilyen díj volt, hát most én már utólag ne kössünk. Hogy mi legyen. Ne utólag ne kössünk. Nem, mert figyelj, nem. Az volt a díj, hogyha... Egy picit rólad is szól az egész. Én azt szeretném, hogyha most nem sikerül neki eljátszania, akkor minden csütörtökön ezentúl 4:10-től fusson neki újra jó. És újra. Jó. Miért muszáj? Jó, ebben benne vagyok. Jó. Tehát amíg egy próbálkozás, most sok próbálkozás, de ha nem játszom el, akkor minden csütörtökön 4:10-kor megint. Minden, amíg el nem játszom hivatlanul, addig minden csütörtökön 4:10-kor egy próbálkozás. Egyébként nincs autóm, tehát hogy nem kell nagyon félned attól, hogy bármit de is kell takarítanod. De hát csak lesz előbb kiszúrásból egyébként veszek egy ifát, egy platós ifát. Összegonyízom, azt akarhattam. Veszek egy platós ifát egy hétre, és az lesz az autóm, és azzal fogok beállni a Bentikútra. Mondom, hogy na most akarítsd, na adod. Triolát hoztam, őseink trioláját. Le tudod szolmizálni? De hogy tudom szolmizálni, nem. Na. Fújhatok próbafújást, hogy melyik hangon indul? Tehát, hogy hol indul? Jó. De balkezes vagyok, a billentyűk a jobb oldalon. Jaj, akkor fordíts meg. És gyerekkorodban hogy? Ez volt az. Igen? Ez már az? Nem. Jó, nem tudom, hol indul. Ott, az első, nem az. Á, ez túl mély, ez nem jó. Az tök mindegy. Menni fog az. De ez ne felejtsd el. Tényleg ne felejtsd el, hogy te szinte hazajársz a Mátyás templomba. Nem ismerted meg? Hát nem. Ja, ez a felnégyelni volt. Nem. Ja, tényleg. Felnégyelni? Á, Istenem, hogy volt ez? Várjam. De nem, ez nem jön. De az jó, az hiddel. Alakul. Vagyok, neked segítek. Hangot már ad. De nem, az én triolámon ez nem így szól. Az de. Én triolámon. Mert neked... Jászd ott, ahol akarod. Behozom a saját triolámat. Persze, neked egy speciális, limitált példányszámú triolád volt, amit még Erich Honecker születésnapjára adtam. Egy gombot kellett nyomni rajta, és eljátszotta a dalt. Jó, igen. Akkor jövő csütörtökön újra próbálhatom? Még azért hallgatnánk. Még kapsz egy lehetőséget. Na, nézzük, ha... Ja, nem, várj. Alakul. Inne már csak egy ugrás. Na, oké. Okay. A felkelt a minapunk. Várjál, hogy van? Azért becsületes vagyok, hogy nem gyakoroltam. Nem, én inkább azt mondanám, hogy innen egy ugrás bármi. Figyelj. De hogy jut eszedbe az a billentyű? Hogy? Hát, basszus, azért kérdeztem, megy. Hogy tudsz-e szolmizálni? Tudod-e szolmizálva? Mert... Na, várj. Na, jó. És belefújtam a mikrofon. Na, figyelj. Elrontotta! Itt a... Figyelj! Majdnem! Na! Nem volt rossz. Egyértelműen elrontottad háromszor, de egyébként ez már alakult. Egyébként ez nem volt rossz. Jó. Igen, okay, még egyszer gyakoroltam, el tudnám fújni. Hát fogod. Fogod, mert jövő héten 4:10-kor visszatérünk rá. Megismerted, hogy ez az volt? Egy komolyan mondom, hogy megismertem. Hiszen annyit mondjuk beszéltünk már annyira már akartuk róla. Hallani, hogy már mindenki ezt hallotta benne. De már bármibe belehallottad volna. A vége az egyértelmű meg volt. Most már többet nem játszott szerintem. Egy hét múlva? Egy hét most múlva. Már megvan, hogy kell, most már tudom nagyjából. De a más dalt esetleg most el akarna játszani, ezt lehet. Jövő héten egy Barry White-ot játszom, az jó? Ja, ne, a Totótól az Afrikát, hogyha gond... Na, de
De ez azért szerintem... Ez már alakul. Nem rossz. Ez nem egy-egyet hibáztam. Így van. Ahhoz képest, hogy ez egy jobb kezes triola, és te bal kezes vagy. Ahhoz képest, hogy balos vagyok. Messze vagyok attól, hogy belemártsam a szivacsot a szappanos vízbe, azt kell, hogy mondjam. Hoztuk döntetlenre? Tehát nem nyertem, de te se vesztettél? Ez egy döntetlen legyen akkor? Döntetlen szagú. Döntetlen szagú. Én szerintem ez felismerető volt. Egyértelmű. Mondom, az elején mondjuk bizért, hogy valószínűleg az lett volna, hogy Szörényi lemente, egyszerűen csak szótlanul az ajtóra mutatott. Hogy nem, mégse várnak szeretettel a királydomra. De én azért el tudnám képzelni. És hölgyem és uraim, mielőtt elkezdődne a Jó Béla előadás, hallgassuk meg Special Questünket, Sebestyén Balázs, triola művét. Ha egyszer elfúj. Ha egyszer elfújhattam volna. És tényleg anyukája. Az első szóra. Olé, olé, olé. Honnan? Még egyszer! Az én fiam. Jó, azt írja valaki, hogy jövéten tolja meg Brácsán nektek a Cut the Night Jolt. Eltolom nektek Brácsán, vagy a Lion Sleeps Tonight-ot. Jó, én szerintem egyébként véleményes a dolog, Feri, nem akarom, hogy te döntsél, de szerintem ez egy megismerhető része volt az István a királynak. Ez a felkelt a mi napunk, hát most ez 10-ből 9 embernek, ha nem mondom el, hogy mit furáztam, rámondja, hogy ez István a király. Hát 10-ből 5. Beállnék a benzinkútra a nem létező autómmal. Tehát legalább egy külsőre. De legalább egy külső. De nem, hát, volt nem egy külső, de belső. Hibáztál hangot. Hibáztam hangot, persze. Na, de azért az volt, ugye, hogy el tudom játszani. Nem volt. Nem hát, de nem tudtam eljátszani. Nem azt mondtam, hogy hibátra. Nem, az, ha akkor azt kellett volna mondod, hogy fölismerhet. Ja, hogy fölismerhetően. Tője a dallam, ahogy te játszod. Mert az föl... Így, hogy elmondtuk. Egy honvédségi kifejezésre élve az elején volt egy kis álcázó festék. De utána a vége felé már a harcjármű felismerhető volt. A végén már egészen. Minden a hallgatók azt követelik, hogy minden csütörtökre csengő hangot csináljunk valamiből. Valami olyan dalból, amit te játszol fel. Semmi más nem tudok, gyerekek. Semmi más nem tudok. De ne szerénk egy basszus, te vagy a triola mágazóta. És képzeld már el a karácsonyi plakátokat majd. Ezt meg is fogjuk csinálni. Nagyon ezt jó. Ezt meg fogjuk csinálni. Csinálunk egy karácsonyi plakátot, amin Balázs áll, hogy styling, iszonyatosan belőtt divatséró, és így áll, és ott lesz, így fogja ölelni magához a triolája. Egy nagyon jó zakóban fogsz állni, egy gyönyörű ingben, és mellette a kis narancssárga triolád. És rólad is lesznek olyan képek, hogy itt tudom én ott érdelsz a pápa előtt, és átnyújtasz neki egy triolát. Triolát. Hát, na jó, jó. Mosnod nem kell, de... Stradivari csináltanak idén triolákat, mert a Magyar Államtól esetleg te is kaphatnál egyet. Egy eredeti Stradivari triolát. Egy Stradivari triolát, igen. Használatra. Hát a Gáttalánban azért nem mennék tovább, nem? Ezzel. Hát nem tudjuk még, hogy mi lesz, de... Nem tudom milyen a felhozatal, de erősen tovább, úgy érzem, hogy egyfordulós lennék. Tovább küldenének szerintem, mert kíváncsiak lennék, hogy ebből mi lesz. Ja, hova fejlődik? Hova? De hova még? Hova fejlődik maga a produkció? Na jó, megúsztad az automosást. Na, hoztam nektek ajándékot, gyerekek. Na. Mi van? Lomtam? Lejárt valaminek a szalatossága? Nem, illetve nem az én ajándékom. Kinőtte a soma, köszönöm. Lassan ott vagyunk egyébként. Megtanult úzni, és már nem használja a karúszot, mert az jó lesz ajánlani. Kis Csaba küldte az ajándékot. Kis Csaba, nagyon köszönjük. Nem mond neked ez a név valamit, pedig régi jó barátunk, mert... Jöttünk mindig zavarba, jó, hogy igen? Nem emlékszem valakire. Nem baj, én emlékszem, mert talál csak ki. Igen. Te szemét vagy. Úgy árulsz el, ahogy se, hogy azonnal hátba szúrsz. Csabát üdvözlöm, nagyon szimpatikus. Ha azt mondom, hogy rendőr a lezeredes. Hát így, hogyne, pláne, abszolút. Ugye, hogy jó barát. Emlékszem, még százados korából. Ő volt az, akivel trafipaxoztunk. Tudom, még a damban. Nem, itt volt 3 hete. Azért mondom, 3 hete itt volt a kaszban. De egyébként a damban egyszer kimentünk trafizni, ti ketten mentetek, én motoros rendőr vitt benneteket, forgalmat is irányítottatok a Domusznál, a nagy kereszteződésben. Így van, nem most igaz, pedig beszélek teljesen hülyeséget. Nagyon jó vagy, most pedig, amikor az új trafit teszteltük, igen. Ugye akkor találkoztunk vele, és hallotta, hogy te a gyerekkel, a nagyobbik fiaddal rendszeresen kerékpározol. Ezt valaki mesélte neki? Nem, adásban te mondtad, ja, hogy igen, jársz pringázni, és azt mondta, hogy igen. Ő annyira szeretne vigyázni, és nagyon szeretné, hogyha ezeket a kis felszerelési tárgyakat te használnád, Balázs, egy gyerekméretű, és vigyázz, ne, hogy persely legyen belőle.
Miért lenne? Hát, ha negyed órája vezetsz valami, de mindig nagyon jónak kell lenni, ha ez kb. 10 perce vezetett. Nem, tessék, láthatósági mellén kapsz. Na jó, Tomjám, százszorítottam. Nem volt hosszú. Most legalább azt hittem, hogy előveszed de a diadalívet marcipámból. Nem volt hosszú, csak elmondtam, hogy ki az. Most nem mondd, mert hát tök jó megy a Triolát színéhez. Az én megítélésem szerint ez 100 forint. Jó, bedobom a 100 forintot. Tessék, és ezeket is használhatod. Én nagyon szeretem. Nem ismered? De ez a mágneses így magadra na, tekered, és akkor látható. Egyetlen mozdulattal. Kapsz 2 darab villogót. Jó? Köszönöm ezt mind szépen. Neked küld. Köszönöm. Nagyon, nagyon rendesek egyébként. Ezek nagyon jók, ezek az egyetlen mozdulattal felrakható ilyen fényvisszaverő, ilyen kis merevőek. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy picit a Viki fárasztnál, akkor csak így... Felpattintod a nyakára, és már is megszűnt. Igen, kinek nyakörv, kinek ilyen kis karszalag, ez így úgy egy felpattan, vagy így felhajlik a kezedbe. Jó, ezt neked, és nagyon meg egy 500-as dobok, hogy lehessen nem, még. Nem. De. Mi is korrektek vagyunk, te is legyél korrekt, nem kell 500-as, mert 200-a dobtál be. Lesz még ilyen sztori bőven, dobja be nyugodtan. Dobja nyugodtan azt az 500-ast, előlegezze meg. De ma 200-at dobtam tényleg, igaza van. Akkor én meg vagyok. Nem, csak annyira felvezetted, hogy azt hittem, hogy itt most valami tényleg valami olyan hype jön, hogy atya isten. Az élet nagyon néha, drága az alezredes az úr. Az élet néha apró történetekből áll, kérlek szépen, és ez egy ilyen apró történet. Hú, na ezért külön dobja be egy százat, mert ez aztán annyira átságos. Hát, utoljára a naplóba hallottam záró beszédként, utoljára ilyen. Hogy igen. És ezután volt az az értekezlet, amikor mondták a srácok, hogy meg is szüntetek. Szerintem már most már ha már ilyeneket mondtok, akkor ne legyen további. Dobja be egy 500-as, Feri. Lehet, hogy még 10-ig kölcsön is kérsz. Van még nálam. Meg még valaki tartozik egy 10-essel. A többi a tiéd, János. De aranyosak vagytok. Köszönjük szépen. Mutatós. Mutatós darab. Azért ne üssenek ebringával. Jó? Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szívesen. Nem tudja feldolgozni még, nem tudom melyiket a saját élményét, hogy kiválóan triolázott vagy a mellé. Az nem volt rossz. Én ennél sokkal rosszabbra számítottam. Gyakorlatilag a totális felismerhetetlenség, ami csak bele lehet magyarázni bármilyen zenedarabot. De ez ott a végén, az ott azért megvillant, hogy azért volt ott egy-két szobafogság, ami alatt gyakorolhatott. Semmi más nem talált a szekrénybe, csak azt a nyomorú triolát. De milyen jól el voltam vele, ez látszott egyébként a produkcióm. Olvastam én is valamit, és szívesen megosztanám veletek. De van olyan jó, mint Feri sztoria? Tessék? De ez nem volt sztoria, hát átadtam ajándékot, ne cseszegessél, már nektek küldték. Jó van, jó kis szatyor, jó lesz a tecsóban. Olvastam én is valamit, ami mondtam, szívesen megosztanám veletek, de nem most. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.